Sziasztok! Én Evelyn vagyok, és ez egy olyan videó, mint ami már a címből is kiderül. Ez egy olyan videó lesz, hogy hogyan is reagálok a régi képeimre. Hát ezeket a képeket az anyukám állította össze. Azt hiszem pontosan 12 kép lesz, ahogy ő mondta nekem. És hát én persze azokat nem láttam. Mert hát, hogyha láttam volna, akkor nem is lenne olyan jó reagálósdi. Akkor már tudnám. És ezek a képek, hát nem is tudom, hogy hány éve, hát most vagyok hatodikos, hetedikes leszek. Jó, hagyjuk ezt. 2009, 2010 és 2011-ből származnak ezek a képek, és én 2010-ben voltam elsős, szóval a 2009-es képek azok még office képek lesznek, de azokat én biztos majd felismerem, mert visszaemlékszek majd ezekre a dolgokra. Szóval, hát jöjjön is az első kép. Hú, hát erről a képről az a véleményem, hogy én is kiskoromban én sokat ettem. Na jó van, nem úgy ettem, hogy mindig ettem, nem mindig ettem, hanem így a legtöbb képen én úgy ettem. Hát most is ezen a képen hát valami kalácsot zabálok. Hát, nem is tudom, hát ilyen cuki voltam amúgy. Cuki voltam, mert most már nem vagyok cuki, de szerintem kiskorában minden kisgyerek cuki. Szóval, hát én is az voltam. És aki azt mondja, hogy nem. Halál reá. Hát, igazából én ott ovis voltam, és hát persze itt a falunkban meg volt rendezve a jelmezbál, és hát oda az ovisok is mehetnek, persze most már nincs úgy, mert az ovisoknak külön van, de akkor még úgy volt, és hát én mit ki nem találtam, én méhecskének öltöztem. Jaj, olyan kis cuki voltam. Amúgy volt egy olyan év is, ahol a testvéremmel kutyusok voltunk. Én azt hiszem, hogy dalmatin voltam, ő pedig ilyen nagy barna kutya, nem is tudom milyen volt. Na jó, hát minden esetre szerintem ez egy cuki kép. És olyan kis cuki volt a frufru. Hát erre a képre is nagyon emlékszem. Az meg is mutatom, hogy milyen helyszínen volt. Ez pontosan ebben a szobában volt, ahol én most forgatok. Ugye, itt igazából most ez van, nem tudom, hogy látjátok-e. Igen. Itt ez a két rész igazából, de akkor még más szekrény volt. És itt ugyanígy volt egy ilyen kis rész, úgy mint ott. És oda én eldöntöttem, hogy én oda bunkert készítek, és befalazom magamat. Hát a falazás az nem igazán jól sikerült, de nem is tudom, talán még akkor is ovis voltam. De a falazás nem nagyon sikerült, de a kockákból jól kiraktam a várfalat. És én ott egy ilyen bunkert csináltam, és ott úgy jól éreztem magam. Amúgy ezen a képen is nagyon cuki vagyok. Remélem mindegyiken cuki leszek. Jön is a következő kép. Hú, hát ezen a képen, nem is tudom, én ilyen kis így állok, és akkor így, hát túl nagy vagyok. Ha? Így állok, és akkor így beálltam. Amúgy azért van rajtam az a nagy nyaklánc, mivel én imádtam az anyukám dolgait felvenni, és hát természetesen ez a nyaklánc is az anyukámé volt. Hú, imádtam. Volt, úgyhogy az egész nyakláncait magamra nyaggattam. Hú. Minden esetre itt is cuki voltam. És igazából nem tudom, hogy, de abban az időben nagyon szerettem a rózsaszínt. Itt láthattátok a ruházatomon.
Tiszta pink. Most már nem szeretem a rózsaszint. Na de mindegy, és jöjjön a következő kép. Hát akkor ballaktam az oviból. Aj, régi szép idők. Tényleg, igazából imádtam az ovit. Hú. Hát, annyi, hogy ott délután kellett aludni. És hát én mindig sírtam, hogy az akarok menni. Nem akarok, sosem aludtam. Mindenki elaludt, csak én nem. De minden esetre ezen a képen is cuki vagyok. Amúgy... hát nem tudom. Nem is tudom, hogy mikor tüntettük el a frufrumat. Nem olyan rég. Hú. Vagy... másodikba, harmadikba. Úgy valahogy tüntettük el a frufrumat. Amúgy szerintem az is illet nekem, csak most szerintem már olyan túl gyerekes lenne, hogyha lenne nekem frufrum. Ez a kép számomra egy nevetséges kép. Ez... nem, ez van egy történetem. Szóval hát, mivel az én apukám a US Steel-be dolgozott, lehet, hogy sokan nem ismeritek, az itt van kassa mellett, ilyen nagy gyár, ő ott dolgozott, és mindig voltak ilyen bálok, és volt egy ilyen halloweeni ünnepség, ahova hát persze mentünk az egész család, és hát igazából engem cicának kellett kifesteni, de a keresztanyukám nem volt otthon, így hát a nagymamám festett ki. És azt hittem, hogy jobban néztem ki. Akkor azért nézett rám a nő olyan furán. Így kiszálltam az autóba, és akkor a nő így... hú, azért nézett úgy rám a nő. Minden esetre. Itt is cuki vagyok. Hát erre a képre őszintén egyáltalán nem emlékszem, hogy ez mikor volt. A macska az asztalon, az még nekünk mindig megvan. Csak már szegényke öreg, beteg, gethes, vüdös, ronda, félszemű. Na jó, a félszemű az csak, mert hogy egyik szemére nem lát, de amúgy ki van nyitva, csak egy kicsikét úgy szürkés. Nem tudom, hogy lát-e arra, de egyáltalán sejtésem, hogy nem lát már rá. És a rondát se vegyétek figyelembe, jó? Hát igazából... hát erre a képre nem emlékszem, ott játszottam azzal a kis rózsaszín csillogós, nem is tudom mivel a konyhában. Nem tudom. Nem emlékszek erre a képre. Hú, szóval ez a kép, ez sok emléket hoz vissza. Hát ez ott van Buzitán, a falumban, a jégpályán, és akkor azért mentem el korcsolyázni és oda szánkózni, mert nagyapám akkor volt nagyon beteg, és már tudtuk, hogy nincs sok hátra neki, és lehoztuk őt, és nézte, hogy hogyan korcsolyázok. Szép idők voltak azok. Nem hiányzik. Hú, hát figyeljetek, erre a képre sem emlékszem. Csak a ruhára, ami rajtam volt. Ezen, hát még most is, mint látjátok, még most is van hízdag a fogam között, de ott még jobban így el voltak húzódva a fogaim, és először úgy volt, hogy lesz nekem az a gépecske rá, de nem akartam. És hát így egy kicsikét úgy visszahúzódott, és már csak egy kicsike csík van ott a fogam között. Nem emlékszem erre a képre. Egyáltalán, szóval erről nem is tudok semmit mondani. Hát a reagálás,
Itt is cuki vagyok. Hát erre a képre tisztán emlékszem. Ez Olaszba készült, a tengernél, Lignano-ba. És hát Ginny fürdőrucim volt, de amúgy itt is nagyon jó volt, mert még ilyenkor is még a tesó még jött velünk el így mindenhova, de most már, hogy így nagyobb lett, így már nem igazán akar velünk kirándulni, szóval ezt is nagyon sajnálom, de akkor nagyon jó volt vele. Hát ez a reagálásom erre a képre. És újra itt már nem voltam annyira nagyon cuki. Sajnos. De azért még cuki voltam, mert még kicsike voltam. Hát ez a kép, ez nagyon rávilágít arra, amit mondtam nektek, hogy én imádtam felvenni az anyukám cuccait. Hát ugye a cipő és az övé. De amúgy a trikó az az enyém, és a macska, hát az a közös. Én ott a macskát így szorítom magamhoz, akkor se szerette, hogy babusgassuk, de most már jobban szereti, mert már öregebb, de akkor még kisebb volt, és nem nagyon szerette, hogyha mi így nagyon szorongatjuk őt. Szóval, hát ez egy kicsit fura kép, ahogy azt tanúsítja, hogy én kínzom a macskákat. Na ne! Direkt ilyen képeket állított össze? Most komoly. Ez a... Nem is tudom, milyen beállás ez a... Nem is tudom, hogy beáll. Nem is tudok úgy beállni. Nem is tudok úgy beállni. Hát ez a beállás, az biztos, hogy egy étteremben van. Azt tudom róla mondani, de hogy erre sem nagyon emlékszem. Homályos az emlékezetem. Most valahogy. Hát amúgy. Jó a beállás. Amúgy. Hát nem is tudom, mit mondjak erről a képről. Hát itt is cuki voltam. Hát nem is tudom. Azt hiszem, hogy itt is az anyukámmal voltam egy étteremben. És hol is? Azt hiszem, hogy Tornán. Tornán az egyik étteremben. Fú, nem tudom. Na de mindegy. Hát, végül is azt hiszem, igen, csak 11 kép volt. Nem 12, hát rosszul emlékeztem. És köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és remélem, hogy érdekes volt. És ha még akartok ilyen videót, hogy a régi képek reagálása, hogy hogyan reagálok, akkor csak írjátok meg kommentbe. Mert amúgy még van bőven kép, szerintem. Ez csak ilyen ízelítő volt. Szóval köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!